Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. A mai üzenet címe Isten szól, figyelj rá! Az Isten igéje, a 2 Krónikák 33-an egyes ige verset fogom felolvasni, ami így szól. 12 éves volt Manasi, amikor uralkozni kezdett, és 55 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Olyan utálatos dolgokat, mint azok a népek, amelyeket kűzött az Úr Izrael fiai elől. A Biblia történetei nem csak olyan történetek, amik a rég múltban történtek, és szép történelmi események, hanem a mai ember számára is íródott. Isten igéje élettel és erővel van felruházva. Így van ez ebben a történetben is. Manessé fiatalon lett elhívva, hogy egy ország királya legyen. Gondoltunk-e már azon, gondolkodtunk-e már azon, hogy Istennek velünk is terve van, van úgy az ember életében, hogy így gondolkodik magáról, vajon milyen terve lenne én velem a magasságos Istennek? Vajon milyen elhívása lenne felém? Képzeljük csak el, hogy egy 12 éves gyermek, aki így fiatalon kezdi királyi uralkodását, mert Isten választotta őt. Uralkodott is 55 éven át. Valószínű, hogy uralkodása, a nép vezetése jó volt, hiszen hosszú éveken át király volt. Isten áldása ott volt az életében. De aztán olvasva tovább az ige verset, Manassé, azt tette, amit rossznak lát az Úr. Elkezdett más úton járni. Elkezdte azok népek utálatos dolgait tenni, akiket az Isten kűzött Izrael népei elől. Ezek a hamis dolgok rosszra vitték a királyt, és egy más úton kezdett el járni. Szólt ugyanaz úr van a séhoz, de ő nem... Nem figyelt rá. Isten ma is figyelmeztet minket, de mi nem figyelünk sokszor rá. Folytathatnánk ezt a sort, házasságok, gyerek, szülőkapcsolat, barát, és még sok-sok más, de mi nem figyelünk rá. Pedig a figyelmeztetés mindig benne van. Manassi sorsa Isten kezébe volt. Isten látva a sok utálatosságot az életében, megengedte, hogy az ellenség fogságába kerüljön. No, nem azért engedte, mert, mert nem szerette, hanem azért, hogy visszatérjen hozzá. Hogy ismét Manassi életében az áldás és a szeretet legyen a, gon a gonoszság helyett. Manassé fel is ismerte a fogságban, a bajban, hogy azt tette, ami az Úrnak nem kedves. Mert nem figyelt rá, és segítségül hívta az Urat, mert tudta a helyzetéből az ő, ebből a helyzetből az, egyet, az ő egyetlen, ő az egyetlen, aki megszabadítja ebből a helyzetből. Az életünk helyzeteiben, mélységeiben csak annyi a feladatunk, hogy figyeljünk arra az Isten, akinek a szeretete, határtalan és örökké való. Isten áldja önöket!